Atom! Vigyázz! Az idei évben nagy változások történtek a Paksi Darts házatáján. A stabil háttér, új edzőterem, valamint az igazolt versenyzők száma is azt bizonyítja, hogy városomban is életképes a sportág. Ennek biztos jele első alkalommal rendezett NB3-as fordulót a Paksi Darts Sportegyesület 5 csapat részvételével. Nagy változásokon mentünk keresztül az elmúlt 3 évben. Ugye 3 éve létezünk ebből, 2 esztendeje, hogy különálló sportegyesületként működünk, és a kezdeti amatőr szintből egy kicsit tovább lépve az idei évtől csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez, ami azt jelenti, hogy rendes hivatalos a szövetség által rendezett versenyeken veszünk részt, egyéniben, párosban és csapatbajnoki fordulókon. A komlói csapat már évek óta rutinos résztvevője a nemzeti bajnokságoknak. Most is erős csapattal érkeztek, soraikban a korábban a Magyar Nemzeti Darts Szövetség alelnöki posztját is betöltő dr. Váci Istvánnal. A komlói T20 Darts Klub Egyesülettől vagyunk. 3 évvel ezelőtt voltunk az NB2-ben, sajnos nem sikerült ott megragadnunk, de most azért küzdünk a mai nap során is, hogy egyáltalán eljussunk az országos selejtezőre. Természetesen szeretnénk visszajutni magasabb osztályba. Végül a Paks és a Komló csapata 3-3 győzelemmel és egy vereséggel zárt. Azonban az egymás elleni mérkőzés eredmények köszönhetően a paksi csapat megnyerte a hazai fordulót. A versenyről bővebben a keddi lelátóban számolunk be.